Hello mindenkit, Roka26, és mint láthatjátok, ez nem más, mint egy újabb vlog videó, amiben hát gondoltam, megint beszámolok nektek a napomról, hogy ne maradjatok videó nélkül, ameddig nem tudok újabb videókat csinálni, mármint így játékról, meg ilyenekről, mert értitek, most is fél négy, fél öt, valahogy így, fél öt, így vagyunk éppen, és hát púrattól elfeladtam, szóval nem minden, hogy én ma még játékot fogok videózni. Talán hétvégén, de hétvégére beterveztünk Sándor barátommal egy olyat, hogy kimegyünk az erdőbe, és hát egyszerűen csak videózgatunk, jól el vagyunk, meg hasonlók, tudjátok, így a szokásos dolgok. És gondoltam, akkor már tartsuk meg ezt a vlogosdit is, mert hogy én szeretek vlogolni, nekem tetszik, hogy így láttok engem, főleg, hogy van kameránk, akkor már használjuk ki. Ez a fejeblök. Na szóval, hogy már van kameránk, akkor mi lenne, ha ki is használnánk, és hát akkor tényleg használjuk ki. Úgyis falun lakom, értitek? Tudjátok, hogy ma ennyire fárasztó napom volt. Fú, ilyen délutáni testnevelés, gondolom ti is ezzel szívtok, ahogy nekem is ezzel kell. Ugye én szakmunkásba járok, és hát mi még benne vagyunk abban a rendszerben, hogy ezzel a délutáni testneveléssel szívunk, és igazság szerint így elmondták, hogy 2 órán keresztül üljetek benne a tornaterembe, és csináljátok, amit akartok. Hát, mi ugye előtte elkezdtünk egy kicsit ugrálgatni, a nagy szivacson csöveken mászkáltunk, és a többi, de aztán bejöttek ugye a másosztályok is, nem csak a haverjaim, és elkezdtünk kosarazni, de 2v4. Szóval így voltunk mi 2 a 3-mal, és még 4-en ellenünk. Úgy elfáradtam a szar, de nyertünk. Fölényes nyerés! Amúgy nyertünk, mert így pattogtunk, mint a gumírozott Nickelból hák. Nagyon beteg volt. Gyerekek, ne tudjátok meg. Nem szeretek ilyenkor még buszozni se, szóval nem hogy még ilyen délutáni tesin ott ülni, azt még buszozni. Erre gondolom nektek, hogy szar napotok volt, szóval értitek, nem. Jaj. Nya. Kezdjétek el, a Mighty Quest for the Epic Loot ingyenes lett Steamen, mármint fenn van már Steamen, szóval értitek, szóval ha akartok, jöhettek majd egy kicsit Mighty Questezni, mert nem tudom, benézhettek a váromba, hogy mennyire nem tudjátok ti azt elfoglalni. Cs, jó vagyok, na jó, nem igazság szerint már eddig 4-en lootoltak ki, és 2 másodperc alatt kb. Így végigfutottak az... Amúgy azért csinálom ezt a vlogosdit, még nekem is fura elsőre, hogy csak így beszélek mindenről, ami eszembe jut, mert nem tudom, sokan mondták, hogy jó, hogy szeretik. Értek? Majd egy hosszabb távra be akarok szerezni egy kamerát. Ja. Kint tök jó idő van, képzeljétek el. Előbb voltam kint, ittam egy kávét, meg elszívtam egy cigit, és tényleg ez a nagyon jó idő, szóval meleg van, meg minden, de azért egy pucsit felvettem, egy kicsit fúj a szél. Szóval akkor már bejövök, azt videózok egyet, mert most éppen megy fel a, mindjárt mondom mi, az egér unboxing. Erről az egérről. Szóval erről az egérről megy fel éppen az unboxing videó. És azt a videót ugye már régebben csináltam, mondjuk úgy egy olyan, hát mikor is csináltam azt a videót, egy olyan egy hónapja talán, igen, de viszont haveromnak a Lumiájával vettük fel, és a Lumiák MP4-be rögzítenek, méghozzá olyan kódolással, amit a Vegas Pro egyáltalán nem szeret, sőt, nagyon utál, és valamit kezdenem kell ezzel a kameraképpel, mert nagyon csíkos. Szóval a Vegas Pro azt nagyon utálja, nem szereti, és akkor én mit tudom én mennyit szenvedtem, mire azt átkonvertáltam. Oh. Ja, meg kaptam egy üzenetet, hogy mutassam meg azokat a plakátokat, amik a falon vannak. Hát... A hajjá, csak mondjuk legyen arra lámpa is. Van egy ilyen herkuleses, aztán... Jó van ám, gyerekek? Na, szóval van egy ilyen herkuleses. Aztán van ez. Meg mint látjátok, még nagyon sok gaminges, sniperes, Star Wars-os rajz is van, amit én rajzoltam, és hasonlók, és hasonlók, és azt hiszem leesett az egerem. Gyerekek, nekem leesett az egerem. Értem, hogy kérés, hogy mutassam meg a rajzokat, meg az ilyeneket a falon, de legközelebb inkább ne. Igazság szerint van itt minden, de tényleg nagyon sok rajz. Na, szóval. Vissza, ahogy. Szóval így ennyi, mennyi a szoba. Meg van egy, és pont jó helyre mutatok, van ott egy exit tábla. Ezt még nem is tudom honnan, kértem kölcsön, persze, mert lopni bűn, gyerekek, ezt jegyezzétek meg, lopni nem szabad, mert hogy szék fel, mert hogy lopni bűn, de értitek, nem.
Jaj, na, itt röviden ennyi volt a napom. 5.30-kor felkeltem, azt most értem haza, szóval így, ja. De... Más nem is igazán akartam mondani. Ja, majd ezt a vlogolósdit is megszokom még. A végén már velem is az lesz, hogy kim fogok ülni a konyhába, eszek, aztán közben figyel a kamera. Na jó, azért nem. Mert nem hinném, hogy van ilyen hosszú USB kábelem. Sőt, egészen biztos, hogy nincs olyan hosszú USB kábelem, ami kéne. Bocsánat, nem a kamerában nézek, csak közben nézem a monitort, hogy éppen mit ütködik a gép, mert ugye rakom fel YouTube-ra a videót, aztán eléggé szutyi-mutyi netem van, azt úgy próbálom feltölteni, tudjátok, hogy én aztán nem is akarok nagyon hosszú videókat csinálni ilyen vlogokból, mert nem tudom, feltölt egy gaming videó még oké, hosszú, nagy felbontás, de azért egy vlog videó azért az nem tömör, elmondom a napomat, oszt csoki, én kis nap bejelentő, értitek. Azt lehet, hogy meg is tartjuk, ilyen minden napra egy ilyen videó, meg plusz még egy-két gameplay, de Mighty Questből lehet, hogy lesz videó, mert Freezepik barátomat sikerült rávennem, hogy ő is kezdjen el Mighty Questezni. Ja, és köszönöm szépen a hozzászólást, hogy milyen aranyos kis fejeket tudok én vágni a videóban. Nem is! Csak így néha hadonászok, mint az idegbetegek, hogyha épp kialudtam magamat. De az a baj, most nem. Ja. Na szóval gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna mára. Én Rocco26 voltam, és a következő videómig sziasztok! Hello!